Országszerte toborozzák a dolgozókat a 9 új börtönbe is. Összesen 2500 embert vesznek fel, nem csak őröket, hanem kisegítőket és adminisztratív dolgozókat is. A tervek szerint a következő 2-3 évben sorra adják át az új börtönöket, így 2018 végére mindenhol megszűnhet a zsúfoltság. Körülbelül ezen a helyen lesz felépítve az új börtön. A leendő új börtön helyszínéről és a kiépítendő közművekről egyeztetnek a büntetés végrehajtás képviselői Kemecse alpolgármesterével. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település önkormányzata tavaly tavasszal ajánlotta fel a 6 hektáros területet az államnak egy 500 fős új börtön építésére. A területen ma még napraforgó terem, 2 év múlva azonban már rabokat őriznek itt. Nekünk a munkahelyteremtés miatt nagyon fontos ez a lehetőség. Ez egy biztos megélhetési forrás fog jelenteni több mint 250 embernek, arról nem beszélve, hogy családokat remélünk, hogy ide települnek, gyerekeik itt járnak iskolába, és hát tulajdonképpen ez a jövő szempontjából tehát nekünk nagyon lényeges. Többféle szolgálati beosztásban is várjuk az érdeklődőket. A büntetés végrehajtás toborzó irodát nyitott a kemecsei polgármesteri hivatalban. Főleg börtönőröket keresnek, de gépkocsi vezetőket és kisegítőket is vesznek fel. Szeptember 5-én nyitottuk meg a toborzó irodát itt a kemecsei városházán. Idáig 260 pályázati anyag érkezett meg, a feldolgozása folyamatban van, illetve a városháza nyitvatartás ideje alatt fogadjuk személyesen is az érdeklődőket. A Kemecsein kívül még 8 másik településen épül új börtön. A büntetés végrehajtás Szent Adorján napi ünnepségén a szervezet országos parancsnoka azt mondta, hogy 2018 végére megszűnik a zsúfoltság a hazai börtönökben. Magyar kormány döntése értelmében az elkövetkezendő időben 9 új büntetés végrehajtási intézet épülhet fel Magyarországon, ebből 1000 fős, 8 pedig 500 fős befogadó képességgel. Ez összesen 5000 új férőhelyet jelent. Több intézetben, például Szirmabesenyőn és Állampusztán új épületszárnyak kialakításával, illetve felújításokkal hoznak létre újabb férőhelyeket, ami további 1000 fős bővítést jelent. Az új börtönök megépítésére közbeszerzési pályázatokat írtak ki. A szerződéseket várhatóan még az idén megkötik. Az építkezések tavasszal kezdődnek.